hagyományokhoz híven elsőként Baja Sándor ügyvezető igazgatót szeretném megkérni, hogy fáradjon föl a színpadra, és nyissa meg a mai estét. Köszönöm, Nóra. Tisztelt Nagykövet úr, Ölgyeim és Uram, jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket az rasta Templójá Branding 2017-es gáláján. Kollégáimmal nagyon vártuk ezt az estét, nagyon vártuk önöket. Mint ahogy hallották, a Ransta Employer Branding kutatása a világ legnagyobb munkáltatói márka kutatása, és mi már negyedjére veszünk mi magyarok részt. Mint látják, megújult a helyszínünk, átjöttünk az akadémiáról. Ide, aminek két oka van, az egyik nagyon prózai, a Ranstatnak tavaly is 20%-kal nőtt az ügyfélköre, úgyhogy kinőttük az akadémiát. Másodszorban viszont, ami ennél fontosabb, hogy a várkert hagyományos külsője modern belsőt takar, és ez maga a Randstad is, az a jelszavunk, hogy Human Forward, ami azt jelenti, hogy gyorsan digitalizáló világunkban is megőrizzük és meg szeretnénk őrizni az emberi kapcsolatok fontosságát. Ma reggel, amikor elindultunk a kollégáimmal ö, ide, ma délelőtt, akkor megkérdezték tőlem, hogy a HR országértékelőmben mit fogok ma mondani, hiszen az elmúlt év alatt nagyon sok minden történt a HR világában. Először engedjék meg, hogy a digitalizációról beszéljek egy picit. Egy német jövőkutatótól hallottam, hogy az elkövetkezendő 20 évben sokkal nagyobb technikai és technológiai változásoknak leszünk tanúi, mint az elmúlt 300 évben összességében. Pedig ha belegondolnak, 300 évvel ezelőtt nemhogy gőzgép nem volt, de a James Watt nevű úriember meg se született a korosztályomnak a tagjai, azok a tanuljannak, hogy nekünk az iskolában minden meg akartak tanítani, mi hogy működik. Emlékeznek? Soros kapcsolás, párhuzamos kapcsolás, ottómotor, dízelmotor, mindent szerettünk volna megtanulni. A mai világban be kell vallom önöknek, hogy nagyon sok mindent csodálok, nagyon sok mindent használok, de abszolút nem értem, hogy mi hogy működik. És ez nagyon egyszerű, hiszen exponenciálisan fejlődő világunkat az emberi agy nem tudja exponenciálisan követni. És ezt a belegondolnak hatalmas kihívás elé állítja az iskolát. Mit is kell majd tanítani a gyerekeknek? És ez önöknek is kihívás, hiszen mit várhatnak el a jövendő kollégáitól? Azt mondja ugyanez a német jövőkutató, hogy nem just in case kellene tanulni, hanem just in time, ami nagyon nagy különbség, ugye? Ami nagyon fontos a második dolog, amiről szeretnék önöknek beszélni, hogy rengeteg olyan dolgok történik, ami csodálattal el engem. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy a kínai gójáték az sokkal bonyolultabb, mint a sakk, és tavaly a számítógép megverte a világbajnokot, úgy, hogy nem volt programozva. Egyszerűen csak több százezer játékot tanulmányozott a gép, és megverte az embert. Tehát kognitív, mesterséges intelligenciával állunk szembe. A másik a dolog, ami nagyon tetszik nekem, hogyha belegondolnak egy orvos, amikor néz egy röntgenfelvételt, akkor hány eddig látott fényképpel hasonlítja össze? Talán százzal vagy ezerrel? Az Egyesült Államokban egy számítástechnikai cég digitalizálta az összes létező röntgenfelvételt, és az orvos orvosi konzílium nélkül rögtön tudja, hogy mit kell látni azon a felvételen. A harmadik, ami pont egy évvel ezelőtt történt, nem tudom, hogy olvasta e róla, hogy 12 kamionból álló konvoj úgy szelte át Európát, hogy a vezetőülésben nem ült ember. És mindez balesetmentesen persze akik kicsit közel van a kamionok világa, tudja, hogy néhány óránként meg kell állni, a sofőrnek néhány órát pihenni kell. Na, nekik nem kellett megállni, nem kellett pihenni, és ráadásul ugye az üzemanyag fogyasztás is nagyon gyorsan lecsökkent, mert ugye nem ült egy ember, aki idétlenül nyomkodta a gázt meg a féket a vezetőülésben. Illetve nyilván a konvolyba haladásnak is vannak előnyei ilyen szempontból. Tehát azt kell látni, hogy a gépek gyorsítják, helyettesítik az embert, de mindenképpen nagyon-nagyon olcsóvá teszik a dolgot. Ha belegondolnak néhány évvel ezelőtt, mennyibe került egy CD? 4-5 forintba legalább? Most, hogyha van 8 eurójuk, akkor a Spotify-on a zenék millióit hoz van hozzáférésük, az egy zenének az ára az 0,00, 000 nem tudom semmi. Ha hajlandóak megnézni a reklámokat, akkor a YouTube-on ugye ingyen hallgathatják azt sok-sok milliárdba került az első géntérkép elkészítése, azt mondják az emberek, hogy öt év múlva egy üvegsör többe fog kerülni, mint egy géntérkép elkészítése. És ne legyen egy pillanatnyi kétségük, ezek a dolgok, ezek már ma történnek, vagy nagyon gyorsan fognak történni, Digitalizálódni, digitalizálunk mindent, automatizálunk, amit lehet, hiszen ez a szabad versenyre épülő piacgazdaság, ez a darwinizmus Alaptörvénye. Én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan a szupermarketbe úgy fogunk kimenni, hogy nem lesz kassza, hanem érzékeli a gép, és rögtön leveszi a pénzt a bankkártyánkról, a drónok fogják kivinni távoli helyszínekre nagyon gyorsan a csomagokat, és a könyvelő automata fel fogja ismerni a szállítót, a fizetési határidőt, és rögtön elutalja a pénzt. Hol lesz az ember szerepe? Mit Fogunk csinálni mi emberek a jövőben. Én azt gondolom, hogy azért nem lehet minden digitalizálni, és minden, ami egyedi, az nagyon értékessé fog válni. Nagyon. Most mit nem lehet digitalizálni? Nem lehet digitalizálni, azt gondolom, a tárgyalástechnikát, az intuíciót, a dizájnt, a kreativitást, a változásmenedzsmentet, egy nagy csomó dolgot. És mi a helyzet itt ö, Magyarországon? Hiszen lássuk be egy icipicit, mi elkényelmesedtünk, de miért kényelmesedtünk el? Azért, mert válságból válságba bugdácsolt a gazdaságunk, e, aztán a második ok az, hogy nagyon olcsó volt a munkaerő, mert nagyon jó volt a tárgyalóképességünk, vissza tudtuk nyomni az eddig gyenge szakszervezeteket. De azt gondolom, hogy addig, míg a világ fejlettebb részén a magas költségek kényszerítik ki a digitalizációt, addig itt hazánkban a munkaerő hiánya fogja kikényszeríteni. Hogy milyen lesz a jövő, erről kértem, hogy e, e, Látogasson el az Egyesült Államokból kedves kollégám James Stroud. Tudniuk kell, hogy az Egyesült Államok, mint olyan sok iparágban, a mi iparágunkban is néhány évvel előttünk jár, és nagyon érdekes lesz, ígérem önöknek, hogy lebilincselő, hogy a jövőről fog beszélni. De önök ma nem azért jöttek el, hogy tőlem a digitalizációról, meg a jövőről halljanak, hanem azt kérdezik a hogy ma 2017-ben hogyan tudom megoldani a HR problémáit. Ezt várják a ezt várják el tőlem. A mai helyzet különben számomra, mielőtt konkrét tanácsokkal jönnék elő, egy icipicit hasonlít a 90-es évekre, amikor a csökkenő gazdaság mellett, ugye a bokros csomagok meg, a, meg az infáció mellett, ahol dolgoztam, meg háromszoroztuk a legprémiumabb termékértékesítést és ezt nagyon egyszerűen csináltuk, felépítettünk egy 4P stratégiára épülő marketing stratégiát, és a HR ugyanez. Gondolják végig, hogy milyen munka érhető el a piacon, ugye ez a product. Hova kell értemenni a munkásért? Mi a place? Hol, hol lehet ezt megszervezni, ezt a munkát? Újra kell gondolniuk azt is az eredménykimutatásukba, hogy mennyit tudnak fizetni a munkásokért. És a negyedik nyilván a promotion, hogyan reklámozzák. És itt szeretnék két icipici kis ötletet mondani önöknek. Ha rákattintok a partnereimnek a honlapjára, csodálatos 20 ás verziókat látok az önök termékeiről. Ha rákattintok a karrier oldalakra, hú, akkor az azért elég unalmas. Én azt kérem, hogy tegyék már meg, hogy könnyítsék meg a helyzetünket, költsenek néhány ezer eurót arra, hogy egy, legalább egy videón keresztül mutassák be, hogy milyen önöknél dolgozni. Mert önök, akik itt a teremben ülnek, el kell mondani, hogy nagyon jó munkahelyeik vannak. Mutassuk meg, láthassuk egy picit a dolgozókkal. A másik pedig a holnap hazamennek és átküldik a ranstatnak a munkaköri leírást, hogy milyen dolgozókat keresnek csak próbaképpen egyszer tegyék meg, hogy nem az önök elvárásait küldik át nekünk, hanem majd mindjárt bemutatom, hogy mik azok, hanem, hogy mik a munkavállaló igények, amikre önök válaszolnak. Megígérem önöknek, hogy háromszor annyi releváns szívét fognak kapni, mint eddig. Gondolják végig. Most azért, hogy megyek tovább, és elsősorban stratégiai tanácsokat szeretnék adni, és ebből hat lesz, megígérem, nem több, gyorsan végigronok rajta. Az első, ami nagyon triviálisnak tűnik, de mégsem csinálják nagyon sokan. Becsüljék meg, amiük van. Nagyon emberi az, hogy nem becsüljük meg, amink van. Becsüljék meg a kollégáikat. Ez négy dolog kell. Az első, hogy ismerjék el őket. Egy jó pillanatban elhelyezett köszönöm, meg gratulálok, higgyék el, hogy csodákra képes. A másik, lássák be, hogy az emberek az egy fejlődő, egy, 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 egy élő szervezet fejlődésre vágyik. És itt nem hierarchikus fejlődésre gondolok én elsősorban, hanem a munka változatosságára, vagy a, a tanulási lehetőségre. Próbálják fejleszteni a kollégákat. A harmadik dolog a munka és magánélet egyensúlya, majd meglátják, mennyire rosszul szerepelnek önök ebben a kritériumban. Lássák be, hogy az emberek nem azért élnek, hogy dolgozhassanak, hanem azért dolgoznak, hogy élhessenek. A negyedik pedig a, nyilván a, a fizetés, de erre egy külön pontba visszatérek mindjárt, ha megengedik. A második ö, ö, pont, egy kicsit ö, provokatívabb leszek, hogy hol lehet munkaerőt találni ma Magyarországon. Önök itt a teremben kivétel nélkül fehéren fizetik az alkalmazottaikat. De ha önök itt Magyarországon élnek, akkor tudják nagyon jól, hogy nagyon sok kísér középvállalat szürkén vagy feketén alkalmazza a kollégáit. Azzal a jelszóval, hogy nem tudják kifizetni a magasabb fizetéseket. Mi követeljük és segítsenek, hogy követeljük a kormánytól, hogy a törvény egész szigorával lépjenek fel a szürkén és feketén alkalmazók ellen. Ugyanis nincs az a veszély, mint néhány évvel ezelőtt, hogy az utcára kerülő százezrek esetleg társadalmi feszültséget okoznak, mert mi fehér foglalkoztatók, fel tudjuk venni ezeket, a, ezeket az embereket. És higgyék el ez mindenkinek az érdeke, az állami az, a természetesen a, a, a adók révén nekünk, hogy legyen munkaerőnk, és ne felejtsék el a munkaerőt is, hiszen most így 27 évvel a rendszerváltás után nagyon sokan szembesülnek azzal, hogy egyszerűen nincs, vagy minimálisan pici a nyugdíjuk. És azt gondolom, hogy ez, ez, hatalmas feszültséget. És mi tanácsolok azoknak, akik nem tudnak fehéren fizetni, hát két dolgot, ez egyik, hogy változtassanak profilt, a másik pedig hagyják abba, amit csinálnak. A harmadik dolog, amit szeretnék tanácsolni, az, hogy menjenek bele a részletekbe, hajoljanak le. Én nagyon büszke vagyok Magyarországra, hogy az 51 néhány százalékos foglalkoztatási rátát feltornáztuk egészen 67-ig. A rassaton belül én felelős vagyok Csehországért, és itt elmondom önöknek, hogy ott 74 Hol van több százezer ember? Hol van több százezer ember? És ha belemegyünk a részletekbe, akkor látni fogják, hogy nagyon sok munkáltató a mai napig nem hajlandó úgy szervezni a munkát, hogy részmunkaidősöket fel tudjanak venni. És ezáltal rengeteg fiatalt, édesanyát vagy idős embert elveszítünk. Ha megnézik a foglalkoztatási mutatókat a 50 év feletti korosztályban, drámaian esik vissza a foglalkoztatás. Azt szeretném kérdezni önöktől, hogy amikor alkalmaznak egy 20 éves embert, hány évre alkalmazzák, mondják el nekem őszintén. Mert egy 55 éves ember még 10 évig fog dolgozni, hogy 65 éves korában nyugdíjas lehessen. A másik pedig, a másik ilyen részletkérdés, hogy a magyar sajátossággal a külföldi kollégák nem is tudják elképzelni, hogy vidéken, Magyarországon szinte mindenkinek van lakása, saját háza. Ezt mindenki tudja, oda vannak kötve, egyrészt alacsonyak az árak de nem is akarnak elmenni. Azt kérem önöktől, hogy menjünk érte a dolgozóknak, hozzuk őket hétfőn be, adjunk neki két melegétkezést, 21. századi körülmények között szállásoljuk el, és pénteken vigyük vissza őket hálásak lesznek, számolni fognak. Kiszámolják azt, hogyha Londonba mennek, mennyibe kerül, mennyibe kerül Londonban az élet, és a végén mi, mi, marad nekik, és ráadásul nem is a saját ágyukba alszanak, és nem is a saját kertjüket fogják hétvégén gondozni. Higgyék el, ez egy hatalmas erő. A következő pont, amiről szeretnék beszélni, egy mondatot, ez az atipikus foglalkoztatás. Ugye eddig miért alkalmaztak a vállalatok kölcsönzötti munkaerőt? Mert hogy kellett egy központi HQ által előírt ugye, keret, hogy mennyi legyen a saját, még mennyi legyen a kölcsönzött, vagy létszámstopp volt, és így lehetett egy kicsit trükközni, szóval ilyen okoknál. Láthatják azt, hogy a kiválasztásra, a toborzásra szánt költségek, a büdzsék azok exponenciálisan nő lett. Hogyan lehet amortizálni ezt egy icipicit, úgy, hogy kölcsönzötteket alkalmaznak, és nekünk a havi lépésenként fizetnek ezek után. Higgyék el, hogy a száz kollégám, sokkal gyorsabban találja meg a szakembereket, ugyanis ők specializálódtak egy-egy profilra, mint a szegény HRS kollégáik, akiktől elvárják azt, hogy a gépkezelőtől kezdve a kontrolleren át az értékesítési igazgatóit mindenki a belső kiválasztás válaszza ki. Ez nagyon nehéz számukra. Az utolsó előtti pont, mint már ígértem önöknek, ez a fizetések kérdése. Nagyon sokan itt önök közül kérik tőlünk a Ranstattól, hogy adjunk fizetési indexeket, fizetési felméréseket, mert rájönnek arra, hogy az ezzel foglalkozó cégek azért van egy év fáziskésésben vannak, illetve Magyarország olyan pici, hogy a benchmark nagyon kicsi az elemszám. És hát itt a ransatnál meg van 700 számlázott ügyfelünk, hogy azért van valami elképzelésünk, mi történik a piacon. Mióta élek, azt hallgatom, hogy mikor fogjuk elérni Ausztriát, meg Németországot a fizetések színvonalában. Aki ebben reménykedik, azt ma este nagy csalódás éri, mert elárulom nekik, hogy amíg mi itt a teremben élünk, soha nem fogjuk elérni. Viszont tegyük már meg egy icipicit, hogy Szlovákiát meg Lengyelországot egy icipicit üldözzük már. És én nem vagyok híve annak, hogy, hogy teljesítmény nélkül áramoljon ki a bér. Ugye minden évben elmondom a nagy pénz, nagy foci elvét de azért az biztos, hogy akik protestálnak azért, mert 130 ezer a minimálbér, 160 ezer forint a garantált mérminimum, azok gondolkozzanak már el, hogy 21. századi színvonalon mit lehet csinálni egyből a pénzből. Hát semmit, igazából. Az utolsó kérdés, ami egy icipicit, ugye megint csak kényes, ugye ez a migráció kérdés, amit nem tudok kihagyni. Nagyon sok cég abban reménykedik, hogy majd olcsó ukrán munkaerővel tudjuk pótolni, a kieső embereket. Azoknak van egy rossz hírem. Az a probléma, hogy Csehországban látom, a lengyel kollégáim elmondják, hogy már ott egy millió ukrán fiatal él. Van egy nyelvi előnyük, ráadásul hamarabb is kezdték, úgyhogy abban reménykednek, hogy olcsó lesz az ukrán munkaerő, igazából a lengyel meg a csebérekkel kell minimum benchmarkolnunk ebben az esetben. És ha összeadják a munkabért, a szállítás, a szállás költségét, rögtön rájönnek, hogy sokkal drágába kerülnek, mint a magyarok, úgyhogy csak az vágjon bele, akinek tényleg minden áron szüksége van munkaerőre. Az én magyar szívemnek nagyon fáj, hogy gyerekkoromban Kassán, Ungváron, Nagyváradon, lent Újvidéken magyarul tudtunk beszélni. Nem tudom, voltak-e mostanában ezekben a városokban, nagyon nehezen találnak magyar szót. A magyarság elszorványosodik, a 90-es, 2000-es években az áttelepülők azért elég rendesen pótolták a kieső munkaerőt, sajnos ezekben azért ezután erre már nem tudunk számítani. De azért tegyük meg, hogy a maradékot amennyit lehet, azért vonzuk be, hozzuk át őket. Most összefoglalva tehát, amit mondtam, én közép és hosszú távon ugye az automatizáció digitalizációba hiszek, rövid távon pedig tartalékok megkeresésében és feltárásában is ebben. 2017-ben is természetesen számíthatnak a ranstatra, számíthatnak kollégáimra. Remélem, hogy ma este kellemes estét, kellemes időtöltést néznek el, és remélem, hogy néhány dolgot azért tudunk újdonságot is mutatni önöknek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.